lévőket, és a Facebookon keresztül az online világ követőket, hogy itt a Mindenki Magyarországa mozgalom érdi, hát kis utcafórumán is pultozásán. Szeretettel köszöntöm ugyanígy Márki-Zay Pétert, aki a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje, valamint Bősz Anettet, aki a Demokratikus Koalíció és a Liberálisok képviselő jelöltje itt az előválasztáson, és mi az MMM őt támogatjuk. Tartott már itt Péter kampányalkalmat, és bemutatta már Anettet, hogy őt támogatjuk, de ez mindig öröm számunkra egy ilyen szabad megyei jogobárosba érkezni, mint Érd. Át is adom a szót. Nem tudom, hogy miben állapodtatok meg. Akkor Péter. Köszönöm szépen, és Katalinnak nagyon köszönöm, én is szeretettel köszöntöm Anettnek, gyere hozzám talán közelebb, hogy ne takarjon el a zászló. Nos, az a különbség a legutóbbi alkalommal, amikor itt voltam, és a piacon álltunk meg egy reggeli alkalommal, mielőtt egyébként utána tovább mentünk Budapestre, és én legalábbis tovább mentem Budapestre, és részt vettem egy tüntetésen is. Egy szombati nap volt. A mostani különbség az, hogy ezen a héten elkezdődtek az aláírásgyűjtések. Az ellenzéki előválasztásnak az első szakasza, két hét, amikor Anettnek 400 aláírást kell összegyűjtenie, egy miniszterelnök jelöltnek nekem pedig 20 000 aláírást. Ez a 20 000 ez egy óriási szám. Tudom, hogy van olyan miniszterelnök jelölt, aki első nap összegyűjtötte ezt, bár mi nem találkoztunk sehol gyűjtőstanddal Budapesten, tehát nyilván a pártoknak megvannak a saját módszerek és lehetőségeik. Mi civilek egy kicsit kevesebb eszközzel rendelkezünk. Úgyhogy azóta is, hétfő reggel óta én folyamatosan megyek az országba, minél több helyen szeretném kérni. Az önök segítségét szeretnék találkozni önökkel, és szeretnénk minél több aláírást gyűjteni. Úgyhogy ebben tudnak a leginkább segíteni. Itt vannak nagyon sokan lelkes önkéntesek, aktivisták, önálluk lehet aláírni. Most maga az előválasztást önök bizonyára ismerik. Az előválasztás egy olyan innováció a magyar ellenzék történetében, aminek az a célja, hogy 2022-ben a Fidesszel szemben egy jelölt, egy közös ellenzéki jelölt induljon el, mind a 106 körzetben, így itt is. Anettnek a férje, ért polgármestere, Csőzik László, simán megnyerhette volna a 2018-as választást, ha akkor is egy-egy elleni küzdelem lett volna ebben a körzetben, és lásson a csodát, 2019. októberében, amikor már ez a felállás megszületett, a Hódmezővásárhelyen már bevált modellt alkalmazták itt is, akkor lett is önkormányzati többség, és Csőzik László lett a polgármester. Aki később majd csatlakozni fog hozzánk itt is, most egy nagyon fontos feladata van, egy patikának az átadásán van éppen jelen. Úgyhogy ez a recept kell, hogy működjön majd 2022-ben, az országgyűlési választásokon is. A legfontosabb az, hogy most az előválasztáson válasszák ki önök, hogy ki lesz az ellenzék. Az, hogy ki lesz a kormány 22-ben, azt majd jövőre kell kiválasztani. Ha már egy-egy elleni küzdelem van, akkor a 2022-es választásnak a tétje már csak annyi lesz, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Hát először is azt talán nem nagyon kell győzködjem önöket, hogy miért lenne jobb, hogyha nem a Fidesz kormányozna tovább. Nagyon kedves fideszes ismerőseim is mondtak már olyat, hogy hát most talán inkább pihenni kellene Orbán Viktornak 4 évet. Ők is azt látják, én úgy gondolom, egy kicsit többet kellene pihennie, de ők is úgy látják most, hogyha valaki korlátlan hatalmat kap, az korlátlanul korrumpálódik. És az nem jó az országnak sem. Hogy a verseny milyen jót tesz, nem csak a gazdaságban, önöknek a szolgáltatóik, a boltok, az áruházak is, akkor kínálnak jó üzletet, akkor tesznek jó ajánlatot, ha van verseny. Ha nincs verseny, akkor elszemtelenednek, mint Kávölgyi mondta annak idején az Arkegyi Rajkin kabaréban, hogy a nyúl elszemtelenedett. Hát sajnos azok a politikusok, akiknek nincsen fele, azok ugyanúgy elszemtelenednek, mint azok az üzletek, akiknek nincsen ellenfele, akiknek nincs konkurense. Hogy sajnos azt látjuk, hogy a gazdaságban és a politikában is a mai kormány az nem a versenyt képviseli, hanem a kizárólagosságot, a monopóliumot. Ők lehetőleg trafik monopóliumot hoztak ugyebár létre. Korábban bárhol lehetett dohánytermékeket vásárolni, most csak a kizárólag fideszesek közelében szétosztott 5000 trafikban lehet megvenni. Még a nagykereskedelmet is monopolizálták, hogy ne legyen verseny. Majd felemelték az árakat. Engem nem dohányzóként, és nyilván egészséget védőként
kevéssé zavar, bevallom, hogy a dohányosok most többet fizetnek a dohánytermékekért, de az, hogy nincs verseny, az nagyon zavar. Hogyha emiatt, nem tudom, ezt állítják, elsősorban Lázár János, aki felelős a trafikmutyiért is, azt állítják, hogy ennek hatására néhányan leszoktak a dohányzásról. Ez nagyon jó. Én inkább azt látom, hogy ennek hatására néhányan meggazdagodtak. Ez már nem olyan jó. Tehát igen, az egészség az nagyon fontos, de az államnak és a gazdaságnak az egészsége, az viszont azon múlik, hogy legyen verseny. Legyen verseny a politikában is, legyen verseny a gazdaságban is. Egy leválthatatlan hatalom ellen kell tehát most küzdenünk. Magyarországon az elmúlt, most már lehet mondani, 11 évben, választások idején 3 ciklusról fogunk beszélni, egy olyan pártállam épült ki újra, amit legutóbb a 80-as években láttunk, ahol az ellenzéki politikusok be sem jutnak a mi adó fizetői pénzünkből fönntartott közmédiába, ahol meg se szólalnak, 4 évenként 5 perc megszólalási lehetőséget kapnak, nem tudják elmondani az igazságot. De már nem tudják elmondani az igazságot az Indexen, a Népszabadságban és a Klubrádióban sem, legalábbis az éter hullámhosszán nem, mert ezeket is beszántották. Megszerezték az összes napilapot, és olyan nagyon fontos információk sem jutnak el önökhöz, mint hogy például Magyarországon haltak meg az egész világon a második legtöbben a koronavírus járvány alatt. Pedig hát Orbán Viktor azt mondta, hogy a védekezésnek az egyetlen mércéje az a halottak száma. A saját maga által felállított mércének látványosan nem tudott megfelelni. De erről még az ellenzéki szavazók 20%-a sem értesült, hiszen nem jutnak el hozzájuk a hírek, nem jut el hozzájuk az igazság. Az egészséges gazdasághoz és társadalomhoz az is hozzátartozik, hogy sajtószabadság van. És akkor nem egy kizárólag fideszesekből kinevezett pártállami médiatanács dönti el, hogy ki kap hullámhosszt és ki nem. Vagy esetleg nem tiltották volna be a digitális rádiózást. Ma már minden új autóban ott van a digitális rádió vevő. A digitális rádiózás lehetővé tenné, hogy millió, végtelen számú csatorna működhessen, akármennyi. Szándékosan tiltották be azért, hogy ők tudják kontrollálni, hogy mi szólalhat meg az éterben, milyen rádióadók működhetnek és mik nem. Itt is a versenyt korlátozták ezzel. De hasonlóképpen, hogyha megnézzük, van egy olyan csodálatos innováció, mint az Uber, vagy Ubernek mondják máshol, tehát itt Magyarországon általában Ubernek mondjuk. Ez egy fantasztikus lehetőség, én Washingtonban voltam néhány évvel ezelőtt, taxival is utaztam, és ilyen Uber sofőrre, kocsikkal is utaztam, és volt olyan taxi sofőr, aki később Uberre váltott át, és azt mondta, hogy sokkal biztonságosabb, hatékonyabb, 2-szer annyit keres. Az utasoknak úgy szintén biztonságosabb, a leggyorsabb időt megmondja. Tehát minden szempontból egy csodálatos innováció, egy telefonos applikációra alapul, nem kell készpénzzel fizetni, pontosan tudom, hogy milyen autó melyik pillanatban fog megállni, és hova visz, mikor. Mindenkinek biztonságos, mindenkinek jó. Ez a csodálatos innováció, ennek megfelelően az egész világon elterjedt. Önök tudják használni Pozsonyban, Bécsben, Ljubljanában, Zágrában, Belgrádban, Malmöben is, Bukarestben is. Az összes környező országban lehet használni. Mit csináltak hát Magyarországon? Mi történt Budapesten? Betiltották. Ugye mi érdekes? Az összes többi ország használja a digitális rádiózást, használják az Ubert, fejlődnek, minden olcsóbb, minden jobb, színvonalasabb. Magyarországnak, Orbán Viktornak mi a válasza az innovációra? Betiltjuk. Mi a válasza a versenyre? Betiltjuk. Mi a válasza a sajtószabadságra? Betiltjuk. Hát ez az igazi tétje a 2022-es választásoknak. Hogy akarunk-e egy szabad társadalomban, egy szabad gazdaságban élni? Ahol, hogyha önök kitalálnak, van egy Schumpeter nevű közgazdász, aki leegyszerűsítve úgy szokta mondani, a piaci versenynek az a lényege, hogy az a vállalkozó lesz sikeresebb, aki kitalál egy jobb egérfogót. Valami innovációt. Hát nálunk nincs. Nincs ez a verseny. A tankönyvpiac, ami az egyik legfontosabb terület annak érdekében, hogy a jövő generációt, egy fiatalember beszélgettünk. Kérdezte, hogy mi a válasz, mi a megoldás arra, hogy a kezdő fizetések magasabbak legyenek Magyarországon. Hát természetesen nem az, bár ettől függetlenül a kormányt le kell váltani, de nem a kormány fogja megemelni a kezdő fizetéseket, hanem a gazdaság fejlődése. A jobb oktatás, a verseny,
hogyha versenyeznek a tehetséges fiatalokért, akkor egyik cég a másikra fog rálicitálni, hogy többet fizessen nekik. És azok a fiatalok, akik képzettebbek, nyelvet tudnak, innovatívabbak, bizonyítanak a munkahelyen, azok sokkal többet fognak keresni. Ezért van az, hogy a szomszédos országokban ma már többet keresnek a fiatalok. Úgyhogy Magyarországon is nem egyik napra, másik napra. De hosszú távon igenis jobb fizetések lesznek akkor, hogyha a szabadság van, ha verseny van. Ugyanúgy, ahogy ennek az ellenkezője történik, akkor, amikor betiltják a versenyt. Hogy Magyarország az elmúlt 11 évben nem csak korrupcióban esett vissza, nem csak az egész Európai Unió holtversenyben első legkorruptabb országa lett, hanem a legszegényebb is, a második legszegényebb. Sőt, Magyarországon a legmagasabb, az Európai Uniós szegénységi küszöb alatt élők aránya. 74% a magyaroknak, 4 emberből 3 az uniós statisztikák szerint szegénynek számít. És igen, alacsonyabbak a bérek is. Egy tanár többet keres ma Romániában, mint Magyarországon, pedig én még a 80-as években emlékszem, hogy milyen szegény ország volt Románia. És most gazdagabbak, mint mi. És ez az elmúlt 11 évnek az eredménye. Ahogy korrupcióban még lehet szidni, és én őszintén soha nem szavaztam se Gyurcsány Ferencre, sem a szocialistákra, lehet őket szidni, de még 2010-ben is, amikor Orbán Viktor elkezdte nemzetmentő tevékenységét, akkor Magyarország korrupcióban jobban állt, kevésbé volt korrupt, mint Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Litvánia és más országok. Most ezek mind lehagytak bennünket, Magyarország mindegyiknél korruptabb, és sokkal korruptabb, mint például Románia. Az a kék szalag, amelyet Anett is visel, és én is viselek, és már most néhányőjükön látom itt. Ez a kék szalag, ez annak a jelképe számunkra ebben a kampányban, hogy mi elszámoltatást szeretnénk, és egy korrupciómentes országot. Elszámoltatás nélkül nem lesz korrupciómentes ország, továbbra is egy következmények nélküli ország maradunk, ezért feltétlen szükség van elszámoltatásra. Hogyha megengedik, tudom, hogy zavarba fog jönni, itt van Keller László, aki számomra egy hős, az elszámoltatásnak szakértője és egyben áldozata is sajnos, mert nem vihette végig ezt a programot. Kérem, tapsoljuk meg együtt Keller Lászlót. Lehet, hogy ezek után nem fog többet kijönni a kampány rendezvényeimre, mint ahogy itt a Gyöngyösi Ferenc képviselő Hódműzővásárhelyről, őt is már többször bemutattam itt a megjelenteknek, és annyira büszke vagyok, ilyen jó emberek vannak itt velünk. Nos, természetesen hasonlóképpen büszke vagyok arra, hogy Bősz Anett itt van velünk, és arra különösen, hogy ezt a bizonyos kék szallagot ő is nem csak a hajtókáján viseli, hanem a szívében is. Hogy ő is komolyan gondolja azt, hogy ennek az országnak meg kell szabadulni a korrupciótól, hogy azokat, akik bűnözők, akik a saját gazdagodásukon dolgoznak, és nem az önök gazdagodásán, azokat le kell váltani és el kell számoltatni, hogy ne legyünk többé következmények nélkül ország. De visszatérek a verseny fontosságára. Tehát ebben az országban nem csak a gazdaságban ölték meg a versenyt, de a politikában is. Mindent úgy alakítottak át, hogy a Fidesz leválthatatlan legyen, hogy ne legyen versenyhelyzet. Azt szokták mondani, hogy a hatalom korrumpál. Ez olyannyira igaz, hogy a korlátlan hatalom végtelen módon korrumpál. Hogy az a politikus, aki mindent megtehet, az mindent meg is tesz. Hogy ebben az országban olyan fölháborító események történhettek meg az elmúlt 12 évben, és akkor most két dolgot fogok csak említeni, mert egy korábban fideszes, nálam tovább fideszes barátommal beszélgettünk tegnap, és ő azt mondta, hogy a trafik mutyi volt az első, ami nála, hát sok minden más mellett elfogadhatatlan volt, kiverte a biztosítékot, de akkor még mindig azt mondta, hogy jó, ez valóban csúnya dolog volt, de hát ez. Azt mondja, amikor ő azt mondta, hogy soha többé nem akar Fideszt, és most már bárkire le fog szavazni a Fidesszel szemben, az az volt, amikor Kubatovnak a verő emberei erőszakkal akadályozták meg azt, hogy az Országos Választási Bizottsághoz be lehessen adni a vasárnapi boltzár elleni tiltakozó népszavazási kezdeményezést. Amikor az önök jogainak, egy nyilvánvalóan a magyar lakosság többségének érdekét képviselő javaslatot erőszakkal akadályoztak meg. Hogy ez már mindenki, egy fideszes számára, egy józan fideszes szavazó számára is mindennél világosabban megmutatta, hogy Magyarország nem jogállam. Hogy itt igenis diktatúra van. Sokszor azt mondják, hogy hát milyen dolog, hát itt állunk Anettel, nyugodtan szíthatjuk a kormányt,
és nem visznek el a rendőrök, sőt valószínűleg itt vannak és vigyáznak ránk, és mi nagyon szeretjük őket. Tehát nincs diktatúra. De hát kérdezem, hogy lehet-e nem diktatúrának, lehet-e szabad országnak nevezni azt az országot, ahova mi pénzünkből fönntartott köztévébe egy ellenzéki politikus 4 évente 5 percre jut be? Bűszanett ellenzéki országgyűlési képviselő, kérdezzük meg tőle, hogy az elmúlt 3 évben hányszor járt az M1 reggeli műsorában? Egyetlen egyszer sem, de nem hiányzott, Péter, őszintén megmondom neki. Nem, de nekünk hiányzott, Anett, nekünk hiányzott. Nekem piszkosul hiányzik az, hogy egy ellenzéki képviselő bemehessen. Nem azért, hogy kellemetlen kérdéseket, mert egyébként tudjuk, annyira aljas ez a rendszer, akkor most engedjenek meg, egy újabb zárójelet nyitok. Hogy mennyire aljas ez a rendszer, engem egyszer elhívtak. Szintén az elmúlt 3 évben egyetlen egyszer elhívtak, akkor persze megígérték, hogy majd gyakran fognak hívni, elmentették a számomat, majd mehetek mindig és elmondhatom a véleményemet. De minthogy azt is elmondtam, hogy kihozza be a migránsokat, nem Soros, Orbán Viktor. Ezért soha többet nem hívtak. Mert az igazságot nyilván, ez olyan kellemetlen információ, amit Orbán Viktor nem akar tudatni a magyar néppel. Azt se akarta tudatni, hogy hányan haltak meg Magyarországon koronavírusban. Hogy hány embernek az életét mentette volna meg, ha bármilyen másik diktátornak az uralma alatt élt volna. Még diktátorok között is Orbán Viktor alatt haltak meg a legtöbben. Ezeket nem lehet elmondani a köztévébe, sem a netet, sem engem nem fognak meghívni, hogy elmondhassuk. Úgy igen, ennek óriási jelentősége van. És nagyon fontos a sajtószabadság szempontjából, hogy ezt elmondhassuk. Az aljasság természetesen az volt, hogy azon az egy alkalommal, amikor behívtak, akkor is csak azért hívtak be, hogy megpróbáljanak valamivel lejáratni. Ez úgy kezdődik, hogy ez alatt a műsor alatt a riporter nő az olyan kellemetlen kérdéseket igyekszik feltenni. Miért álltam egy Gyurcsány Ferenc mellé? Hát én speciál soha nem álltam Gyurcsány Ferenc mellé, de bárkivel, bármikor össze fogok fogni a tolvajok ellen. És hasonló akár a migránsokról, vagy homoszexuálisokról, vagy jó, hogy tudja, mi mindenről igyekeznek olyan kérdéseket feltenni, amit úgy gondolják, hogy majd kellemetlen lesz. Ez nekik nem sikerült, ezért nem hívtak többé. De az aljasság, hogy működik a fideszes propaganda? Hogy mindeközben, míg én beszélek, addig van egy felirat a KV képernyőn, és azt mondja Márkizai Péter, a baloldali pártok összefogását sürgeti. Hát önök talán tudják, de ha nem, akkor szeretném leszögezni, én jobboldali vagyok. Én keresztény, konzervatív, nagycsaládos, 7 gyermekes édesapa vagyok. Én aztán nem vagyok baloldali. És én nem a baloldalak összefogását, és nem a pártok összefogását. Én a pártok és a civilek, a jobboldal és a baloldal összefogását hirdetem a tolvajok ellen. De már ott megpróbálnak beállítani. Bármikor, amikor a Vásárhelyi Lázár sajtó rólam beszámol, soha nem mulasztják el oda tenni, hogy Hódműző Vásárhely balliberális polgármestere. Mondja ezt az a Lázár Jánosnak a sajtója, aki velem ellentétben Sorostól kapott 60 millió forintot. Akkor ki a balliberális? Kinek a pártját építette fel Soros György? Kinek adott Oxfordi ösztöndíjat Soros György? Az egyetlen miniszterelnök, akit Soros György pénzelt. Aki Soros Bérenc. Orbán Viktor. Nos, az aljasság természetesen nem ért véget. Miután én eljöttem a stúdióból, abban a pillanatban még ki sem léptem, már is egy kormánypárti elemző beült az én székembe, és elmagyarázta, hogy mit mondtam én valójában. Hogy én valójában, amikor azt mondtam, hogy a Fidesz hozza be a migránsokat, akkor szerintük azt mondtam, hogy be akarok hozni migránsokat. És még sorolhatnám. Szóval ezt a fajta aljasságot, ezt most is megtapasztaljuk a kampányunk során. Kecskeméten egy fiatalember, 15 éves korú fiatalember, 2-3-szor is egy ilyen beszéd alkalmával kerékpárral itt át lovagolt a tömeg mellett, és bekiabálta, hogy hajrá Fidesz. Nyilvánvalóan egy egészséges 15 éves fiatalember ilyet magától ingyen nem csinál. Föl tudom tételezni, hogy kik fizették. Tiszteltem. Nagyon hasonló, amikor Budapesten odajön hozzám valaki egy szegény, szerencsétlen sorsú ember ránézésre, és nekem egy kedves ajándékot hoz, egy nagy táblát becsomagolva, kéri, hogy csomagoljam ki, majd lefotóz ezzel a táblával a kézben, majd megjelennek az interneten azok a képek, amik gusztustalan feliratokkal szerepelnek ezen a táblán. Nyilvánvalóan Photoshop, tehát telefon, vagy számítógépes. Egyébként az volt rajta, hogy Márkizai Péter a nép hangja, de az interneten nem ezzel a szöveggel jelent meg. Ezek annyira szánalmas, annyira színvonaltalan próbálkozások. De ma ezen a szellemi színvonalon van a Fidesz. Ma ennyire aljasak és ennyire szánalmasak. Ugyanígy tudjuk, hogy provokátorokat szoktak küldeni egy-egy ilyen foglalkozásra.
de mi fölük kell ezzel emelkedjünk. Mi ennek ellenére ki kell ide álljunk. Mi ennek ellenére el kell mondjuk önöknek az igazságot. Ha nem a köztévében, akkor itt Érden. Akkor minden településen. Vigyük el az igazságot minden település, minden postaládájába. Ebben önök is segíthetnek, a Nyomtas Te is mozgalomhoz, ha csatlakoznak. A választási csalás ellen föl kell lépni, abban is segíthetnek önök. Jelentkezzenek szavazatszámlálónak, erre van a számboljukegyütt.hu. És most legfőképpen arra kérem önöket, hogy mindannyian vegyenek részt az ellenzéki előválasztáson. Szeptember 18 és 26-a között önök fogják eldönteni, hogy ki lesz az ellenzék közös jelöltje ebben a körzetben, és közös miniszterelnök jelöltje országosan. Ki az, aki az önök véleménye szerint a legbiztosabban le tudja váltani Orbán Viktort, le tudja váltani a helyi fideszes jelöltet. Ehhez kérem én az önök támogatását, és ehhez kérem én az önök támogatását Bűsz Anettnek is, akinek most át is adom a szót. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Nagyon szépen köszönöm, Péter, és mindig óriási öröm, amikor egy szabad város polgármesterét és egy szabad mozgalom miniszterelnök jelöltjét köszönhetem itt Érden, ami szintén egy szabad várossá vált 2019. október 13-án, és hadd folytassam ott, ahol Péter abba hagyta, mert volt egy remek fórum Török Bálinton, pont tegnap este, ahol az előválasztás helyi jelöltjei nem veszekedve, nem egymást pocskondiázva arról vitáztak, hogy mi ennek a körzetnek a jövője, és mi lehet a közös hazánk közös jövője. Volt egy olyan kérdése a moderátornak, hogy győzzünk meg 2 perc alatt egy olyan választót, aki egészen biztosan tudja, hogy ma a kormánypártokra szavazna, hogy miért hallgasson meg bennünket, és miért adja le mégiscsak az Egyesült Ellenzékre a voksát. És én csak annyit mondtam, hogy persze ez egy teoretikus kormánypárti szavazó, aki végig is hallgat bennünket, amikor belevágunk ebbe a 2 percbe. De én azt mondtam, hogy emlékszik-e a 90-es évekre. És nem kezdem el dicsérni azt az évtizedet, mert annyi hibája volt, hogy attól Dunát lehetett volna rekeszteni. De volt ennek a nemzetnek egy egysége. Volt egysége ennek a társadalomnak, hogyha ma megnézzünk, akár a videó megosztók bármelyikén, egy akkori showműsort, egy akkori tévéműsort, akkor elég végignézni a közönségen, hogy sokszínűek voltak, de valahogy úgy tudtak egyszerre lélegezni, tudott egyszerre dobbanni a szív. Na ez az, amit a nemzeti együttműködés rendszere most csak eljátszik, mert ez sem nem nemzeti, sem nem együttműködő. Hát oké, egy rendszer, de még milyen? És én azért vállalom büszkén és hordom büszkén azt a kék szalagot, amit ezúton köszönök Péternek és a Mindenki Magyarországa mozgalmának, mert valóban úgy van az, hogy nem csak szabaddá vált Érd városa 2019. október 13-án este 10 körül, de korrupciómentessé is. És hogyha valahol a gyakorlatban elkezdődött az elszámoltatás és a számonkérés, az itt Érden egészen biztosan így van. És azt hiszem, hogyha Péterre nézek, akkor ő aztán tudja, hogy a legreménytelenebb helyzetekben is lehet nyerni. Neki lehet futni egy versenynek, amiről már mindenki lemondott. Mert én arra is emlékszem, és őszintén szólva akkor jegyeztem meg először, hogy hű, minek megy neki ez a fiú, amikor te elvesztetted az állásodat, és mindenféle plakátok jelentek meg úgy, hogy te egy civil ember voltál Hódmezővásárhelyen akkor még. Nem politikus, nem politikai ellenfél, hanem bizonytalan, mondhatni néhány hete ismert meg a város igazi közvéleménye, és veled ezt tették. Akkor mit tesznek a politikus társakkal, mit tesznek a parlamenti képviselőkkel? Én azt mondom, hogy az a típusú morális válság, amit nem 2002 óta folyamatosan épül, abban a pillanatban, amikor elhangzott Orbán Viktor szájából, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Abban a pillanatban megérthettük volna, hogy mi történik, amikor az a bizonyos korlátlan hatalom, amiről Péter sokat beszélt, Orbán Viktor kezébe kerül. Hát mostanra láthatjuk azt, hogy egy romokban álló jogállami rendszer, egy
egy összerombolt demokratikus intézményrendszer mit tesz a társadalommal. Mert én tudom, hogy az ember, amikor úgy távozik egy SZTK-ból, hogy megalázták, akkor nem azt fogja mondani, hogy nekem kérem szépen sérült az egyenlő bánásmódhoz és az egyenlő méltósághoz való jogom, hanem azt fogja mondani, hogy már megint egy olyan nap, amikor leszegett fejjel kell hazamennem. És ez megtörténik vele a buszon, megtörténik vele a közintézményben, megtörténik vele akár a minisztériumban, de megtörténik vele, amikor megpróbál kontaktust teremteni a saját kormánypárti képviselőjével, aki nem csak a saját választóinak képviselője kellene, hogy legyen, hanem mindenkié. Hát azt hiszem, hogy erről szól a Mindenki Magyarországa mozgalom, erről szól egyébként az ellenzéki összefogás, erről szól az a minden eddiginél bölcsebb módszer, hogy most időlegesen ugyan versenytársak vagyunk, de valójában kéz a kézben küzdünk annak érdekében, hogy Orbán korrupt rendszerével le tudjunk számolni, hogy igen, el tudjuk kezdeni az elszámoltatást, igen, el tudjuk kezdeni a számonkérést, és el tudjuk kezdeni azt a folyamatot, aminek a végeredménye egy új magyar köztársaság lesz, egy új jogállami keretrendszer, egy új demokratikus intézményrendszer, új választási törvénnyel, új alaptörvényen, amit reményeim szerint egy konszenzuális alkotmánynak hívunk majd, mert ezek lehet, hogy éppen akkor, abban a pillanatban, amikor hóvégén valaki még próbálja az utolsó filléreket összetolni, hogy van-e még zsömlére is, meg tejre is, akkor nem mondanak semmit. De igenis, az épp piacgazdaság, az épp jogállam és az épp demokratikus intézményrendszer kéz a kézben járnak, és ezek nélkül történhet meg az, hogy milliók méltósága sérül egy országban, úgy anyagi, mint szociális, mint társadalmi értelemben. És hogyha véletlenül valaki az Európai Uniós szegénységi küszöb fölött van, az a bizonyos szerencsés 26%, akikről Péter komplementerben beszélt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy köztük is számos olyan honfitársunk van, akiknek nap mint nap sérül a méltósága. És miért? Mert nem ért egyet ezzel a kormánnyal. De olyan Európai Uniós tagország nem létezhet. Nem létezhet egyszerűen itt Európa és Közép-Európa szívében, ahol valakinek le kell hajtani a fejét azért, mert más a véleménye, mint Magyarország miniszterelnökének. Azért, mert más a véleménye, mint a saját polgármesterének. Ilyen nem létezik. De olyan sem létezik, hogy az ezerszer összerombolt sajtószabadság mellett még van bőr a képén a jelenleg hivatalban levő minisztereinknek fake newsról beszélni akkor, amikor az ő médiájuk kizárólag hazug mondatokról, hazug szavakról és hazug cikkekről szól. Hát erről szólt már Péter is, és hát higgyék el nekem, mint az állami média egyik központi épületében több mint 24 órán át bentartózkodó országgyűlési képviselő, volt alkalmam megtapasztalni és a saját szememmel látni, hogy mi történik akkor, amikor kicsit tovább vagyunk bent abban az épületben, mint 5 perc. Hát lila foltokkal távoztak bizonyos képviselőtársaim. Zúzódásokkal távoztak bizonyos képviselőtársaim. Volt olyan képviselőtársam, jelenlegi frakciótársam, Varjú László, aki zúzódásokkal távozott egy mentőben. Tolták a mentő felé, és most ő áll a bíróság előtt, mert állítólag ő az erőszaktevő. Hát ilyen erőszaktevői vannak ennek a kormánynak, ilyen állítólagos erőszaktevők vannak az ellenzékben, de kérdezem én, hogy van-e annál nagyobb erőszak, amit a saját társadalmunk ellen el lehet követni, hogy nem lehetünk önmagunk a saját hazánkban. Én azt hiszem, hogy ennek a választásnak épp az az üzenete, hogy mi itthon vagyunk, és nem nekünk kell elmenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, Péter. Sok sikert kívánok nektek is! Ha valaki még nem tette meg, akkor kérem, hogy írjon alá Anettnek, nekem a pultokon és a munkatársainknál, önkénteseinknél itt a téren. Kérem, hogy aláírásokkal támogassák, hogy el tudjunk indulni az ellenzéki előválasztáson, és vegyenek részt az előválasztáson. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, jöjjenek ide és beszélgessünk.